Dömötör Mihály fotográfus neve nem csak azok körében lehet ismert, akik fotóznak, fotózással foglalkoznak, de a széles közönség is számos kiállítását láthatta már. Eredetileg mezőgazdász vagyok. De elhagytam a pályát, mert kiderült, hogy az már nem az a szakma, amire én vágytam, ugyanis annyira ipari lett a mezőgazdaság, hogy ez már engem nem érdekelt. És ha nagyon visszamegyünk az időbe, akkor 12 éves koromban fogtam először fényképezőgépet, egy fotobox fényképezőgépet a kezembe, mert hogy volt Vásárhelyen egy fotószakkör, és oda elmentem, és épült egy ház nem messze a fotószakkör helyiségétől, és arra emlékszem, hogy azt a félig felépült emeletes házat, azt fényképeztem. És a csoda akkor történt, amikor előhívtuk a filmet, betettük a filmet a nagyítóba, és a sötét kamrának, a vörös lámpájának a fényénél a hívóba elkezdett megjelenni a kép. Na, erre 12 évesen nagyon rácsodálkoztam, és érdekes módon azóta is megvan az óromba, mert utána vagy 40 évig analóg fotográfiát műveltem, és leginkább fekete-fehér képeket nagyítottam. A fixérnek meg a hívónak az a speciális illata az valahogy megmaradt. Azt mondják a pszichológusok, hogy az illatok azok sokáig elkísérik az embert. És akkor 12 éves koromban jártam ebbe a fotószakkörbe, aztán ez abba maradt, és 17 évesen elszegődtem Vásárhelyen vízőrnek a Nagy Szigetbe. Miután rájöttem, hogy a víz az laposnak folyik, inkább fölfele nem, elkezdtem ráérni. Nagyon ráértem. Heidegger azt írja, hogy fontos az alkotáshoz az elidőzés és a körültekintés. Mivel ráértem és unatkoztam, volt időm elidőzni, meg körültekintettem, és itt van az a fényképezőgép, amelyet elkértem édesapámtól, mert hogy mit lehet csinálni, szép idő volt, nagyon sok idő volt, és hát fényképezni kellene, gondoltam én. Édesapámnak ez a Flexaret fényképezőgépe, és akkor elmentem fényképezni, még mindig működik, igen. Elmentem fényképezni, arra emlékszem, hogy lakott még Bivaj a Nagy-szigetbe, és a Bivajt fényképeztem. Persze aztán 17 évesen a Liba pásztorlányt is fényképeztem, meg a juhásznak a csinos lányát is fényképeztem. Akkor azért már úgy belebonyolódtam jobban. ...1980-ban hirdetett a Móra Ferenc Múzeum fotográfus állást, ahova manapság nem vennének föl, mert nem volt semmilyen fotográfiai végzettségem. Tehát se OK-é még régen nem volt, ugyanis Békés Csabán lehetett volna tanulni, ilyen nagyon konzervatív, fényképész szakmai ismeretet, negatív retussal mindennel együtt, de vagy Budapesten, a Práter utcában, hát akkor Pestre kellett volna költözni, az mégse, és igazán amatőrként kezdtem én ehhez a szakmához. Meghatározó személyek és mesterei: Gink Károly, Nagy György Sándor, Kertész Imre, Darvasi László, Baka István, Vas István. Ez a környezet, amiben fölnőttem, ez sok minden meghatározott. Meghatározta azt, hogy szerettem tanyákat fényképezni, szerettem a pusztába barangolni, ott volt Mártin, szerettem Mártinon fényképezni. Tehát Vásárhely az nagyon meghatározó ilyen szempontból, és ott fényképeztem ugye a zsidó temetőt, ott fényképeztem a vásárhelyi téglagyárat. Mártéból nem csináltam kiállítást, de még nem kizárt, hogy esetleg majd, tehát nagyon meghatározó. Aztán bizonyos körülmények miatt ugye Szegeden is elkezdtem tanítani már vagy 30 éve, és egyszerű volt Szegeden lakni, de a szívem azért még ott van Vásárhelyen. A tanítás annyiból nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy én mit tudok, de az egy egészen más, egy magasabb lépcsőfok,
hogy én ezt át tudom-e adni. Nekem a tanításban az a fontos, hogy tudjam a hallgatókat lelkesíteni. Tehát az a fajta elköteleződés a fotográfia és a fotóművészet iránt, az a fajta kivételes érdeklődésem a fotográfiai képalkotás iránt, az valahogy átragadjon a hallgatókra. Aztán a technikát meg lehet tanulni, az nem érdekes. És nagyon izgalmas, többször elmondom a hallgatóknak, hogy az alkotás érdekes módon. Alkotás, alkohol. Milyen közel van a szótű? Tehát az alkohol az is a gyümölcsnek a lelke, és az alkotás ahhoz is lélek köl vásárhelyesen, vagy szögediesen, mert lélek nélkül igazán nincs művészet. Az alkotásban még 70 fölött is át lehet érni azt a fajta extázist, amit az alkotás jelent. A régi idők egyik fényképezőgépének használatát is megmutatta. Itt van a kendő, így lehetett csak élességet állítani. Itt van egy lupe, nagyító, és akkor a fényképész bácsi bebújta. Utána kijött a kendő. Be kellett rakni nyilván egy síkfilm kazettát, és akkor síkfilm kazetta be, fényképezőgépet bezártuk, fölhúztam a zárat, és így lehetett exponálva. Nagyon érdekes a fekete-fehér fotó, mert ebből a színességből elveszek valamit, absztrahálom, és mégis létre tud jönni az elvontsága miatt, az átírtsága miatt, a drámaisága miatt, mert drámai tud lenni a fekete-fehér fotó, egyfajta sokkal sűrítebb, töményebb ábrázolás, amiben létre tud jönni egy olyan többlet, a rossz fénykép nem lesz jó a fekete, attól, hogy fekete-fehérbe átteszem mondjuk most már digitálisba, de a jó fényképnél létre tud olyan többlet jönni, amelyik egészen más jelentést tud hordozni, mint maga a színes valóság. A fotográfiáknak a nagy része emlékeztetőjül szolgál. De Lucien Hervé, vásárhelyi világhírű fotóművész, azt írta, hogy a fénykép, a fotó arra való, hogy felrázza a képzelő erőt, nem elég, ha csak emlékeztetőül szolgál. Melyik fotók rázzák fel igazán a képzelő erőt? Azok, amelyek műalkotások. És akkor érdekes módon én azt különböztetem meg, és ezt szoktam elmondani a hallgatóknak is, hogy talán-talán kétféle megközelítés lehet, hogy valami vagy a témája miatt különleges, mert olyan különleges szituációt ábrázol, valaki leugrik a 10. emeletről és elkapom ugrás közben. Nem túl jó példa, de hirtelen ez jutott eszembe. Vagy a nem különös, a köznapi tekintet előtt rejtve maradó, az alkotás során válik különössé. Erre jó példa az, amikor a hervatvirágokat fényképeztem, különösek a hervatvirágok? Nem. Megvesszük, vázába tesszük, elhervadnak, mit csinálunk? Kidobjuk. Az alkotó, a fotográfus, az felfedezte azt, hogy milyen különös tud lenni a hervatvirág. Osváth Ernő, mintha nekem írta volna, hogy az alkotás szépsége, a virulás véglobogása, és elképesztő módon az a fajta nem különös, a fotográfiai alkotó folyamat során különössé tud válni, műalkotássá tud válni, poézissel tud, költészettel tud telítődni.